Föld közelben rögök között címmel kiállítás nyílt a Rónai Malomban. Dodó bácsi, ha egy szóval kellene kifejeznem azt, hogy az a 25 éves ismeretség és barátság mit jelent számomra, akkor ebben az egy szóban azt gondolom, hogy minden benne lesz. Ő egy, és ezt én azt gondolom, hogy a utána következő generációk számára is nyugodtan mondhatom, ő egy példakép. És ezt őrizd meg sokáig, legyél közöttünk ebben a hitben, ebben a szeretetben és abban az elhivatottságban, amely a szobrokban is megjelenik, az a magyarság, az a népi bölcsesség, amely tükröződik szobraidban és amely minden megszólalásokban. A kiállító igazi 21. századi reneszánsz ember, hiszen a Balassa gyarmat melletti Cserhát surányban pedagógus, sportvezető, nem mellesleg kitűnő fa faragó. Stancsik József egy ösztönös alkotó. Ösztönösen elsajátította összevonni a természetet, azaz a megteremtett világot, és benne az embert ábrázoló készséget a természet felettivel, a transzcendenssel, a lelkivel. A profánt a szakrálissal. Teszi mindezt a szimbólumok nyelvén, a megmunkált anyag felületének, textúrájának nyelvén, de főleg a belső értékek nyelvén. Az a letisztult formavilág, a sallagmentes emberábrázolás, amely a Szatnicsk szobrok védjegye, Szervácius Jenő szellemi örökségének továbbélése, tovább éltetése is. Úttörő becsület szavamra. Úgy érzem, és így is vallom, hogy én világéletemben semmi más nem csináltam, csak éltem. Ezt viszont szeretem. Szeretek élni. És az a szegénység, ahonnan gyerekként az 50-es évek kisporos falujából indultunk, az valószínű, hogy nem csak engem inspirált, hanem majdnem mindenkit, aki abban élt, akinek meg kellett csinálni azt, ami nem volt. És a parasztember így dolgozott, így élt, hogy ha nem volt, akkor meg magad is megcsinálta. Mint ahogy a puritán korpusz, és sokan értetlenül néztek, mikor először megcsináltam és kiállítottam, hogy mit szeretnék én ezzel. Hát igen, ezt az emléket, hogy a pásztorok kihajtottak áprilisba, és Szent Mihálykor hazatértek, és odakint építettek maguknak egy kis kegyhelyet, ahol imádkozhattak, ahol megtisztulhattak, ahol kérhették a jó Istent, hogy őrizze meg őket, a nyájat és a családot. És ez a puritán korpusz, ez ennek emlékére született. Mint ahogyan a többi faragott fám is. Igen, van egy szakrális vonulata, ahogy mondta Zsolt, és hát van a tényleg paraszti, az ekte paraszti. És hogy igazából én csak azt a szeretetet próbáltam meg visszaadni, vagy megfaragni, hogy megmaradjon, amit én megéltem, amit megkaptam. A Föld közelben rögök között elnevezésű tárlat megtekinthető minden nap 10 és 18 óra között a Rónai Malomban.